Nekünk még sikerült lementenünk a kommenteket, amik mostanra már eltűntek az oldalról. A cég szóvivője viszont szóba állt velünk. Itt állunk most ezeken a járdákon, ezt festették itt kék, sárga, zöld, pirosra, tehát négy színnel a kétfarkú kutyapárt. Mi történt, amikor tudomásukra jutott ez? Az elmúlt években Pécs városa és a Biocom Nonprofit Kft. Kb. 8-szor annyi pénzt fordított a Pécset közterületeken lévő úthibák kijavítására, kátyúzására, mint a 2010 előtti években. A szóvivő elmondta még, hogy épp most cserélik a burkolatot itt mögöttünk a Jókai utcában, és ha az kész, jönnek a környező utcák problémás járdái. És ezután bármit kérdeztünk, mindenre ez volt a válasz. Miért volt útba itt ez a négy szín? Emiatt? Próbálok kötni az ön. Ahogyan elkészül a Jókai tér teljes burkolatcseréje, ami ugye itt van mögöttünk. Értem, néhány méterre. Ide, tehát utána ezt úgyis fel fogják. Akkor a környékbeli utak, utcák, járdák, terek sérült, problémás részeit fogjuk helyrehozni előre tervezett tehát módon. Tehát, hogyha ott kész a Jókai tér, akkor jönnek ide ezt feltörni, tehát akkor nem lett volna célszerűbb ezt meghagyni, és majd akkor megcsinálni? Ahogy elkészült a Jókai tér teljes burkolatcseréje. Nem volt olyan terv, hogy akkor most felkapják, visszarakják, vagy befestik, vagy egyéb más megoldást találnak? Ahogy hallgatom, befejeződik a Jókai térnek a felújítása, a teljes burkolatcseréje, akkor a környékbeli utcák. Értem, tehát ezt előbb-utóbb fel fogják újítani valamikor, hogyha az kész, ezt tökéletesen értem. Ezt miért kellett lemosni? Ha elfelejtették volna, amint befejeződik a Jókai tér felújítása, sor kerül a környező utcák burkolatainak cseréjére.